Megújult a szakói iskola. A térség országgyűlési képviselője elmondta, céljuk, hogy vidéken is modern környezetet és minőségi nevelést, illetve oktatást biztosítsanak a gyermekeknek. Segít a békéltető testület. A szavatossággal, a jótállással, valamint a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos ügyekben jár el legtöbb esetben a békéltető testület. Kezdődik a sí szezon. Mielőtt valaki síelni indul, érdemes biztosítást kötnie, hiszen előfordulhatnak balesetek az utazás alatt. Mintegy 33 millió forintból újult meg a Szakói Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A térségben így már 6 oktatási intézmény korszerűsítettek az elmúlt hónapokban. Az átadón Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg egy 6 milliárd forintos beruházási programot hajtanak végre, amelynek köszönhetően bölcsődék, óvodák és iskolák épülnek, valamint újulnak meg. A politikus hozzátette, céljuk, hogy vidéken is modern környezetet és minőségi nevelést, illetve oktatást biztosítsanak a gyermekeknek. Ezentúl ebben a megújult tornateremben vernek részt a mindennapos testnevelés órán a szakai diákok. A terem korszerűsítése is részét képezte az Arany János iskolában annak a beruházásnak, mely az intézmény infrastruktúrális hátterének a fejlesztését segítette. Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 33 millió forint összegben nyert felújítást. Elsősorban a régi 1991-ben épült épületrészt sikerült megújítani ennek a segítségével. A tornaterem kapott új padlózatot és festést, mellette az öltözők teljes felújítása történt meg, valamint az összes olyan vizes blokk itt a földszinten és az emeleten, ami ebben a régi épületrészben van. Emellett a tankereti központ bútorzatbeszerzéssel, eszközbeszerzéssel segíti az itt tanulók mindennapjait. A szakai iskola korszerűsítése egy nagyobb, a térség nevelési és oktatási intézményeit érintő beruházási program részét képezi. 6 milliárd forintból 13 iskola újult, illetve újul meg az elkövetkezendő időszakban. 6 új bölcsőde épül, és 6 új, illetve felújított óvodát fogunk átadni, ha Isten is megengedi, a jövő év folyamán. Most a 6. iskola felújítást adtuk át. Ez nagyon fontos, mert hogy a felújítási program felénél vagyunk. Ugye Újfehértó jön számításba a térségben, Kállósemjén, itt Szakolyban vagyunk, Vállalj, Nyírcsászári, Nyírbátor, hogy csak az eddigieket említsem. Simon Miklós hozzátette, a bölcsődék, óvodák és iskolák felújítása azért is fontos, mert ezzel a vidéket kívánják erősíteni és a fiatalok elvándorlását csökkenteni, hiszen helyi szinten is modern körülmények között minőségi nevelést és oktatást biztosíthatnak a gyermekeknek. Változatlanul a szavatossággal, a jótállással, valamint a közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos ügyekben jár el legtöbb esetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület. Az ügyek közel harmadában meg tudtak egyezni a fogyasztók és a vállalkozások képviselői. Azonban sok esetben bírósági szakaszig is eljut a panasz. Boltokban vásárolt termékekkel, használati tárgyakkal, vagy akár az ilyen háztartási nagygépekkel kapcsolatos panaszokat is kezeli a békéltető testület, abban az esetben, ha a fogyasztó és a vállalkozás nem tud megegyezni. A szervezet célja, hogy megkísérelje a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló vitáskérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyességet létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését. Idén is a korábbiakhoz képest egyre több esetben járt el a testület. A szokásos ügyekkel fordultak a békéltető testülethez, nem volt olyan kimagaslóan új érdekes ügy. Elmondható, hogy változatlanul a szavatossága, a jótállással kapcsolatos ügyek vannak túlsúlyban, azon kívül a közüzemi szolgáltatások. Az idei évben több ügyet tárgyaltunk, mint az előző években, illetve hát az előző évhez képest is. Még 12 ügyünk hátra van, amiben még nem született meg döntés, még ez az év hátralévő részében kerül meghallgatás letárgyalása, illetve az ügy eldöntése. 274 ügyet már befejeztünk ebben az évben.
A ügyeknek a 28%-a az, amikor a fogyasztó és a vállalkozás között valamilyen egyesség született. Ez egyrészt itt előttünk a meghallgatáson történt, de számtalanszor előfordul az is, hogy miután megindult a békeltető testületi eljárás, azt követően a vállalkozás felajánlja a fogyasztónak a neki megfelelő egyességi ajánlatot, és akkor ilyenkor már meghallgatás megtartása előtt megszületik az egyesség. Ilyenkor meg kell szüntetnünk az eljárást. Ha a fogyasztó és a vállalkozás vitába keveredik, például a minőséggel, jótállással vagy a szavatossággal kapcsolatosan, akkor többek között a békéltető testület is segíthet, és akár ajánlást is megfogalmazhat a résztvevő felek számára. Ez ugye akkor történik, mikor a fogyasztói panasz megalapozott, de a vállalkozás vagy a fogyasztó a vállalkozás által tett egyességet nem fogadja el. Ebben az esetben azt írjuk elő, hogy mi lenne a követendő magatartás a vállalkozás számára, hogy a fogyasztói panasz megfelelően elintézésre kerüljön. Az elintézet, illetve az elutasítás az abban az esetben történik, amikor a fogyasztó teljesen megalapozatlanul nyújtja be igényét. Ez 15,5% volt az elmúlt időszakban, illetve 16% az, amikor egyéb okból szüntettük meg az eljárást. A békéltető testület a már letárgyalt, egyességgel zárult ügyekben, valamint a hiánypótlást elmulasztó esetekben szünteti meg az eljárást. Egy helikopteres mentés síbaleset esetén akár több millió forintba is kerülhet, ezért utazás előtt érdemes körültekintően kiválasztani, és a megfelelő biztosítást kötni a síelni vágyóknak. Ugyan itthon még nem megfelelőek az időjárási körülmények a síeléshez, de a szomszédos országokban, például Szlovákiában, illetve Lengyelországban már felkészültek a pályák és a hóágyuk. Idén a környékünkön Erdélyben esett le először a hó, azonban ez nem maradt meg. Ahogy hazánkban sem megfelelő még az időjárás a síelésre. Ausztriában viszont már hóágyuk segítségével próbálnak kedvezni a pályák üzemeltetői a síelés szerelmeseinek. Érdemes figyelni az időjárás előrejelzéseket, hiszen a szomszédos országok közül hamarosan Szlovákia és Lengyelország is megnyitja a sípályák kapuit. A legközelebbi sípálya nálunk itt a Mátrában található, amit nagyon-nagyon szeretnek, hiszen reggel felmennek az emberek is egész nap tudnak síelni, de ugye ezen kívül Budapesten, Eplényben nagyon sok pálya található már, és azért azt is tudjuk jó, hogy a magyarországi pályákat az utóbbi években nagyon-nagyon fejlesztették, tehát akár a hóágyúzás, akár a sífelvonók szempontjából most már egyre tökéletesebbek a pályák. A síszezonra már december elejétől készülnek az üzemeltetők. Az elmúlt évek tapasztalata pedig az, hogy március végéig kitart ez a szezon. Mielőtt valaki síelni indul, érdemes biztosítást kötnie, hiszen előfordulhatnak balesetek az utazás alatt. Ez leggyakrabban bokaficamot vagy törést jelent, de gyakoriak a podgyászkárok is. Minden kiutazónak azt tanácsoljuk, hogy nézze meg, hogy milyen biztosítási védelemmel rendelkezik. Lehet ez egy bankkártyához kötött biztosítási védelem, vagy akár az európai kártya kiváltása is. Nagyon fontos, hogy megnézze, hogy milyen biztosítási szolgáltatásokat tartalmaz, és milyen limitekkel. Mindenképpen azt szoktuk javasolni, hogy ugye nagyon sok esetben már az utasbiztosításokban benne van a síelésnek, a felszerelésének a biztosítása. Leggyakoribb probléma ilyenkor az szokott lenni, hogy ugye ellopják a sílécet vagy a sífelszerelést, ilyenkor a biztosító térít, vagy ha esetleg valamilyen baleset történik a sípályán, akkor szintén sérülhetnek ezek a felszerelések, amelyek igen magas összegre rúgnak. Baleseti biztosításnál azt tanácsolják a szakemberek, hogy tartalmazza a helikopteres mentést, hiszen ennek több millió forint is lehet a szolgáltatási díja. Előfordulhat az is, hogy egy harmadik személynek okozunk kárt, azonban megfelelő biztosítással ezeknek a költségeit is átvállalja a biztosítótársaság. Egy egyszerű, a sífelszerelés megóvását is tartalmazó biztosítás már napi 500 forinttól elérhető. Elkészült a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemle legújabb száma, amelynek első részét Krudi Gyulának szentelték. Az író születésének 140. halálának pedig 85. évfordulója alkalmából ősszel tudományos konferenciát tartottak. Az itt elhangzott előadások szerkesztett változatát is tartalmazza a lap. Bemutatták a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szemle 2018. évi 4. számát. Ez már az 53. évfolyam, és az elmúlt évtizedek alatt számos érdekes és értékes írást jelentetett meg a kiadvány. Ezért a megyei önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a lap megjelenésére, jelenleg közel 2 millió forinttal támogatja a kiadvány szerkesztését és kiadását.
Sajnos volt egy másfél-két éves periódus, amikor csak az internetes megjelenését tudtuk támogatni a folyóiratnak, de 3-4 éve újra támogatja a megyei önkormányzat anyagilag is a folyóirat, a periódikának a megjelenését. Teret ad a folyóirat a helyi tudományosságnak, publikációs lehetőséget ad a megyében élő, itt alkotó értelmiségieknek, tudósjelölteknek, tudósoknak. Ilyen szempontból nagyon fontos a periódikának a léte, és úgy látom, hogy a szerkesztőbizottság nagyon is a helyzet magaslatában is jó színvonalon végzi a munkáját, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a következő években, évtizedekben is az olvasók kezükbe vehetik ezt a lapot. A szemlét mindig úgy állítják össze, hogy legyen egy fő témája, és azt a lehető legtöbb oldalról mutassák be. Így volt ez idén is, ezúttal Krúdi Gyula adta a lap sajátos arculatát. Mégpedig abból az apropóból, hogy születésének 140. halálának 85. évfordulója tiszteletére, vagy emlékére, ősszel, október 19-én, közel a születésnapjához, tartottunk egy tudományos konferenciát, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogatott. Ennek a konferenciának az előadói között a Miskolci Egyetemnek, a Budapesti Egyetemnek, a Szavária Egyetemi Központnak és a Nyíregyházi Egyetemnek a munkatársai, tanárai, irodalomtörténészei tartottak előadásokat. Az ő előadásaiknak szerkesztett változatát teszi közé a szemlénknek az első fele. A szemle második felében a szerkesztők megemlékeznek a Jósa András Múzeum elmúlt 150 évéről és a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola alapításáról. Emellett szép irodalmi anyagokat is közölnek, közte a nemrég Prima díjat kapott Kovács Judit regény részletét, valamint az idén Ratkó díjat kapott Buda Ferenc egyik versét. Elkészült az okos zebra a Korányi Frigyes utcán az északi temető hátsó bejáratához közeli kijelölt gyalogátkelőhelyen. Nyíregyháza közgyűlése a gyalogos biztonság javítása érdekében még az októberi ülésén döntött az intelligens gyalogos védelmi rendszer kialakításáról. Az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák villogó fényei hívják fel az autósok figyelmét a zebrán áthaladó gyalogosokra. Múlt hét szerdán még zajlottak a munkálatok ennél a Korányi Frigyes utcai zebránál. A gyalogátkelőhely forgalmas, lakóövezetben van, mellette van az északi temető és a józsavárosi piac. Legutóbb októberben két nőt is elgázoltak ezen a zebrán. Sok autós nem tartja be azt a szabályt, hogy lassan közelítse meg a gyalogátkelőket. A zebrát, illetve az átkelőhelyet úgy kell megközelíteni, a 17 és 37 km/h sebessége. Tehát az, amikor valaki azt mondja, hogy 50 km/h közlekedtem, mert lakott területemben lenyen megengedett, ez nem elfogadható, különösen akkor, hogyha egy baleset van. Viszont figyelembe kell venni a gépjárművezetőnek az, hogy az út és látás viszonyok korlátozottságával nagyobb út kell ahhoz, hogy megálljon. És van egy késleltetési idő, amikor a járművezető nem figyel oda, tehát telefonál, a rádiót kapcsolgatja, vagy az utassal beszélget. Az is nagyon elvonhatja a figyelmet, akár egy-két másodperces késleltetés már balesethez vezet. Nyíregyháza város egy pályázaton nyert 2 millió forintot a zebra kialakítására, így önkormányzati forrásra nem volt szükség a beruházáshoz. Többek között Zalaegerszegen, Miskolcon és Dunakeszin is van már hasonló zebra. A Generália Biztonságért Alapítványnak az egyik fő célja a közlekedés biztonság növelése, ezen belül is a gyalogos védelem. Ezért pályázatot írtunk ki az önkormányzatok számára, hogy az idén 2018-ban 10 ilyen okos gyalogátkelőt telepítünk. Figyelembe vettük a baleseti adatokat, a forgalmi adatokat, illetve azt, hogy milyen közintézmények vannak a közelben, iskolák, óvodák, tehát hogy mennyire terhelt, vagy mennyire nagy a gyalogos forgalom. És ez alapján az első 10-et valósítottuk meg az idei évben, de jövőre szeretnénk ezzel tovább haladni. Összességében 22 millió forintot szántunk erre. Debrecen egy felmérést is készített, hogy milyen az autósok megállási hajlandósága, ha okos zebrát látnak. Első héten még csak a járművek 55%-a állt meg. Ez az arány két hónap alatt 76%-ra nőtt. A rendszer előnye, hogy csak akkor villognak az útburkolatba beépített lámpák, ha tényleg gyalogost érzékelnek az oszlopokba szerelt szenzorok. Nyíregyháza közgyűlése októberben döntött amellett, hogy pályáznak a lehetőségre. Közlekedés biztonság javítása elsőrendű feladatunk, ezért már 2011-ben 11-től 16 ilyen piros zebrát festettük, fényvisszaverős, mint ami itt is van, és 15 új gyalogátkelő helyet építettünk.
És láttuk, hogy itt ezen a Korányi úton, ami nem csak személygépkocsi, hanem gyalogos forgalom szempontjából is nagyon jelentős, nem elég jók a mutatók, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt az okoszebrát itt létesítjük. A városvezetés célja, hogyha a Korányi úti zebránál csökken a balesetek száma, akkor a rendőri statisztika szerint kiválasztott, további veszélyes gyalogátkelő helyeknél is ilyen okos rendszert alakítanak majd ki. Közel 100 felnőtt és mintegy 40 gyermek ünnepelt együtt az Ukrán Mikulás napja alkalmából Nyíregyházán. A rendezvényen a Magyarországon élő ukránok mellett a vegyes családok tagjai is találkozhattak ismerőseikkel, rokonaikkal. A gyerekek ukrán nemzeti színű lufikkal játszadozva várták a Mikulás ünnepség kezdetét. A Nyíregyházán működő ukrán nemzetiségi önkormányzat minden évben tart Mikulás ünnepséget a Magyarországon élő közösségének, melyet a határmenti önkormányzat, az ukrán konzulátus, valamint a magyar állam is támogat. Szokásos, minden évben mi ünnepeljük itt a Mikulás napot. A ukrán önkormányzat és a konzulátus a gyerekeknek ünnepet rendez, mert Ukrajnában ez a Mikulás, ez nagyon-nagyon várt a gyerekeknek az ünnepe, és a gyerekek mindig várnak egy ajándék a Mikulástól. És szívesen jönnek ide, mert az ukrán szokások szerint ők verset is mondanak a Szent Mikulásnak, aki most estére is jön Ukrajnából, és ő fog szétosztogatni a gyerekeknek ezeket az ajándékokat. Nagyon szeretik a gyerekek jönni minden évben ide, és támogatást kap az ukrán önkormányzat a magyar kormánytól, és ez a pénzért mi csináljuk ezt a rendezvényt. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat kiemelt célja, hogy a külföldön, így a Magyarországon is élő ukránoknak lehetőséget biztosítsanak, hogy őrizzék a hagyományaikat, megtartsák az ünnepeiket, és hogy a gyerekeknek megtanítsák és továbbadják a régi szokásaikat. Ez az est pont erről szól. Az ukrán Mikulást gyűltünk össze ünnepelni. Egy kicsit érdekes, hogy úgy mondom, hogy ukrán, mert már volt egy magyar, a múlt héten most van egy ukrán Mikulás, és igyekszünk a gyerekeket arra nevelni, hogy szeressék a hagyományokat, betartsák a tradíciókat, ismerjék az ukrán kultúrát, mint egyházilag, mint irodalmi színvonalon. Sok verset tanulnak a gyerekek ilyenkor, hogy a Mikulásnak kedvében járjanak a szép ajándékért. Körülbelül olyan 80-90 ember lesz itt, és közülük vagy 40 gyerek, és 16 fiatal. Az ukrán Mikulás a Gregorián, vagy más néven Gergely naptár és a Julianus naptár különbözősége miatt az anyaországban december 19-én látogatja meg a gyerekeket, azonban a Magyarországon élő nemzetiségi gyerekek mindkét Mikulás hagyományait követik. Idén is megtartották a Rotary karácsonyt, ahol a klub tagjai megköszönték egymásnak az egész éves munkát. Emellett az első alkalommal meghirdetett Talentum program pályázat nyertesei is megkapták a jutalmukat. Három kategóriában pályázhattak a 14 és 18 év közötti fiatalok. Művészeti kategóriában a Kossuth Gimnázium tanulója, Gincsai Andrea Panna. Természet és humántudomány kategóriában a Széchény is, Vitkos Bence. Sportkategóriában pedig Závacki Bálint kapta az elismeréssel együtt járó támogatást. Három diáknak 200 000 forint értékben biztosítunk valamilyen tárgyi támogatást, és lesz egy meglepetésünk, egy kislány, akinek a pályázata nagyon jó volt, de a céloknak nem tudott igazából megfelelni, biztatásként egy laptopot fogunk átadni. December 29-én negyedik alkalommal rendezik meg Vásárosnaményban a Bicskei emléktornát. Az 1984-ben a Moszkvai Ifjúsági Európa-bajnokságon győztes labdarúgó válogatott egykori edzője tiszteletére szervezett tornán 5 csapat lép pályára. 1984-ben a magyar ifjúsági labdarúgó válogatott Bicskei Bertalan vezetésével nyert Európa-bajnokságot. A később a felnőtt válogatottat 45 alkalommal irányító szakember 2011-ben hunyt el. Az újságíró válogatott egy évvel később Budapesten rendezett egy emléktornát, majd Balmazújváros, aztán Máté Szalka volt a torna helyszíne. Az év utolsó hétvégén immár negyedszer Vásárosnemény adott otthont a Bicskei emléktornának. Foci, barátság, tisztelet, e hármas egység övezi azt, hogy immár negyedik alkalommal
alkalommal szervezhetjük meg a Bicskei Bertalan emléktornát. Tudjuk azt, hogy aki az emberek szívében él, az örökké él. Én hiszem azt, hogy Bicskei Bertalan az ő fiai által, az ifi EB-t nyert csapat által, a 84-es fiúk által ő mindenképpen itt van velünk, és ilyenkor év végén egy kicsit a labdarúgás által a sportszerető beregi Szabolcs-Szatmár beregi embereket megmozgatva egy kicsikét középpontban van a városunk, és tudjuk azt, hogy aki a labdarúgást szereti, a karácsonyi falatozás, pihenés, kikapcsolódás, feltöltődés után, a szeretet ünnep után pedig ellátogat ide hozzánk, és egy nagyszerű labdarúgó élményben lehet majd része 29-én. A torna főszervezője Krizán Sándor játékosként ott volt a moszkvai Európa-bajnokságon. Vásáros Namiban több korábbi csapattársával együtt lép majd pályára. Öt csapat lesz ez a Bereg válogatottja, újságíró válogatott, EB válogatottunk, EB és barátai, illetve itt a négyes iskolának, ahonnan én is kikerültem, abból az iskolából lesz egy csapat. Abban a csapatban Drobny Miki, Ács Guszti, Bús Iván, Szolontai Zsolti, tehát jó pár név. Az EB váltottban Keller Józsi, Szeller Józsi, Zvara Józsi, csak a Józsiknál maradjunk, illetve a Deák Sanyi, Szélpál Laci, hát lehet, hogy itt lesz a Peti Zsó, minden évben itt volt, de most annyira szoros a Bundesliga, hogy nem biztos, hogy itt lesz. És a Józsiknál maradjunk, még a Takács Józsi is itt lesz velünk, úgyhogy a Józsikból elég. Hát esetleg itt lesz még a Jelei Karcsi barátom, neki is itt a két ünnep között rengeteg felkérése van, a Mésző Géza szokott hozzánk ellátogatni, neki is ilyenkor, hát előtte van a Fehér Miklós emléktorna, Bücs Zsolti, aki most jelen pillanatban a Debrecennek a pályaedzője, hát sokan még sorolhatnám a neveket. A torna december 29-én 11 órakor kezdődik a Vásáros-Naményi Városi Sportcsarnokban. A körmérkőzéses lebonyolítás szerint 15 perces meccseket játszanak majd a csapatok. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Cél, hogy vidéken is modern környezetet és minőségi nevelést, illetve oktatást biztosítsanak a gyermekeknek, fogalmazott Simon Miklós a megújult szakolyi iskola átadásán. Az intézményt 33 millió forintból korszerűsítették. A térség országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg egy 6 milliárd forintos beruházási programot hajtanak végre, amelynek köszönhetően bölcsődék, óvodák és iskolák épülnek, valamint újulnak meg. Ha a fogyasztó és a vállalkozás vitába keveredik, például a minőséggel, jótállással vagy a szavatossággal kapcsolatosan, akkor többek között a békéltető testület is segíthet, és akár ajánlást is megfogalmazhat a résztvevő felek számára. A szervezet célja, hogy megkísérelje a fogyasztó és a vállalkozás között fennálló vitás kérdéseket, bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyességet létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését. Utazás előtt érdemes körültekintően kiválasztani és a megfelelő biztosítást kötni a síelni vágyóknak. A síszezonra már december elejétől készülnek az üzemeltetők, az elmúlt évek tapasztalata pedig az, hogy március végéig kitart a szezon. Baleseti biztosításnál azt tanácsolják a szakemberek, hogy ez mindenképpen tartalmazza a helikopteres mentést, hiszen ennek több millió forint is lehet a szolgáltatási díja. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 18-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. Tőlünk északkeletre elhelyezkedő anticiklon peremére kerülünk, továbbá kissé melegebb léghullámok érkeznek a magasban. Ennek köszönhetően nagy területen képződik köd, az alacsony léghőmérséklet miatt pedig több helyütt zuzmarás köd is képződhet. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható, éjszaka párássá válik a levegő, zuzmarás köd is képződhet. Néhol ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, párás lesz a levegő, az esti óráktól zuzmarás köd is képződhet, néhol ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad,
délutánra -2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban többnyire erősen felhős, párás, ködös idő várható, csütörtöktől nedvesebb léghullámok érik el a Kárpát-medencét, szórányos jelleggel várható csapadék, északkeleten főként hó, másutt viszont a vegyes formában, tehát eső, havas eső és ónos eső, fagyott eső egyaránt előfordulhat. A derült, havasabb tájakon számíthatunk a keményebb fagyokra, de a hétvége közelettével ezek is fokozatosan szűnnek meg, enyhülés várható.